Kikaptak a DVTK férfi labdarúgói a Puskás Akadémiától. Hiába szerezték meg a diósgyűriek a harmadik percben a vezetést, a vendégek még az első félidőben kiegyenlítettek. A második félidő elején pedig meg is fordították a mérkőzés állását. A vezetőedző szerint taktikai hibák sorozata vezetett a vereséghez. A mérkőzés a nemrég elhunyt Kalmár Bálint megemlékezésével kezdődött. Feszkó Tamás a hétvégén játszó csapathoz képest egy teljesen átvariált kezdőt küldött a pályára. A hazaiak a harmadik percben meg is szerezték a vezetést. Isztai indította Kis Tamást a szélen, akinek kiváló középre beadott labdája után Ivanovszki talált a hálóba. 1-0. Az ötödik percben megduplázhatták volna előnyüket, de egy jól elvégzett szöglet után nem volt velük a hazai kapufa. Ezután a vendégek kezdték felvenni a ritmust a piros-fehérekkel. A 20. percben Urblik eresztett meg egy veszélyes lövést, amelyet Danilovics kapus hatalmas bravúrral védett, ám a 22. percben már ő sem tudott mit tenni. A vendégek kiegyenlítettek. A második félidőt a vendégek kezdték jobban, minek meg is lett az eredménye. A 49. percben Gyurcsó a hálóba rúgta labdát. 1-2. A bekapott gól után felpörögtek a hazaiak, ám a vendégek ellenakció is veszélyesek voltak, de hiába a 88. percben kiállított Puskás Akadémia játékos, a hazaiak nem tudtak élni a lehetőséggel. Sajnos a hazai kapufa nem velünk volt, hiszen érdekes lett volna, az 5. percben 2-0-ra vezetünk. Második félidő pedig, ahogy kijöttünk, egy olyan taktikai hibát vétettünk, amit nem lehet. A második vendéggól után belementünk egy olyan adokkapokba, amit megint csak nem lehet. A mi erősségünk az, hogy taktikailag nagyon fegyelmezett a társaság, és odafigyelünk minden olyan dologra, amit kérünk. Sajnos ez a mai mérkőzése nem volt meg, de csak azért, mert a szíve hajtott előre a fiúkat. Este 8:30-kor a Miskolc Televízióban újra nézhetik a Puskás Akadémia elleni mérkőzést. A DVTK vasárnap a Debrecen csapat ellen lép pályára.